A veszélyhelyzet kezdete óta óriási erőket mozgósít a hazai sajtó egy része, hogy hitelteleníteni tudják a magyarországi járvány ellenes intézkedéseket. Az egyik fő üzenet, hogy az operatív törzs, illetve a kormány sok mindent titkol és elhallgat. Mutatunk egy friss példát, nem érdemes hinni ilyen oldalaknak. Amiről Müller Cecília hallgat. A 200 fős vidéki idős otthonban is robbant a fertőzés, még sincs állami szűrés. Ezzel a címmel közölt cikket szombaton a Hírklik nevű oldal. Azt írják, a mezőszilasi idősek otthonában eddig két áldozata lett a koronavírus fertőzésnek, és gyors ütemben növekszik a járvány. A Hírklik szerint erről az országos tiszti főorvos nem beszél. Mezőszilas, Győr, Töltéstava. Csak hogy Müller Cecília a portál állításával ellentétben már hétfőn beszélt a mezőszilasi otthonról. Többen kérdezik, és ezért összegyűjtöttem, hogy mára mindösszesen 19 olyan intézményről tudunk, idős otthonról, ahol felütötte a fejét a vírus. Az országos tiszti főorvos arról tájékoztatott, hogy a mezőszilasi intézmény is azok közé tartozik, ahol megjelent a járvány. A 19 településből 8 budapesti székhelyű, ezen kívül tudunk még Tököl, Sződliget, Borsodnádasd, Nagymágocs, Mezőszilas, Győr, Töltéstava, Csákányoroszló, Bodajk, Dabas és Seregélyes helyekről. Tehát jelen pillanatban 19 intézményt tartunk nyilván, ahol jelen van valami kisebb vagy nagyobb mértékben a vírus. A Hírklik kedvéért megmutatjuk még egyszer, mit mondott Müller Cecília. Mezőszilas, Győr, Töltéstava, Csákányoroszló, Bodajk, Dabas és Seregélyes helyekről. Legtöbbször csak egy-egy megbetegedést regisztráltak, azt is főleg a dolgozók körében.